Bemutatót tartottak az új freestyle pályán Bonyhádon a Családi és Pihenő Park október 31-i átadóján. A pályát profik avatták fel, de lelkes amatőrök is kipróbálhatták. Volt, akinek rögtön ez lett a kedvence. BMX-es pályán az a legjobb. Nagyon sokan vannak, és nagyon jó ott lenni. A fiatalember elmondta, hogy azért örül a pályának nagyon, mert így nem kell majd Pécsre járni, ha gyakorolni szeretne. A felnőttek és kisgyermekes családok körében is rögtön népszerű lett a pihenőpark. Nagyon örülünk neki, mert nekünk van két kisgyermekünk, és mindig keressük azt az alkalmat, ahol ők is nagyon jól érezhetik magukat, és most ez egy nagyon kompakt lehetőség. Kisgyerek, nagygyerek, mindenki jól érezheti magát. Nagyon örülünk. Igaz, hogy az unokám pesti, de a nyári szünetben meg a téliben majd, ha az idő engedi, kihasználjuk. Igen, nagyon szép lelkalappal. Köszönjük szépen, hogy a város lehetőséget adott, hogy egy ilyen szép parkot építsenek. A park elkészítésének eredeti határideje november vége volt, viszont a koronavírus okozta viszontagságok ellenére sikerült a szerződéses határidő előtt egy hónappal előbb átadni az élményközpontot. Kőműves Krisztián kivitelező elmondta, nagyon jó érzés volt látni, ahogy birtokba veszik a gyerekek és a felnőttek egyaránt az új pihenőparkba elhelyezett eszközöket. Minden generáció számára van szórakozási lehetőség, látszik, hogy a Senior Kondi Parkot már az idősebbek is használják, lehet látni, hogy a freestyle pályán a fiatalok használják, és a gyerekek fiatalabb korosztály ellepte minden, az összes játékot, mind a 21 játékeleme. A Bonyhádi Sportcentrum pályázatot nyújtott be a pihenőpark létrehozásához. El is nyerték a 71 millió forintos állami támogatást, ami önmagában nem lett volna elég a késztervek megvalósításához. Ezért Bonyhád város önkormányzata 45 millió forinttal kiegészítette a forrást, hogy semmiről ne kelljen lemondaniuk. Volt is a városnak szabad forrása erre. A döntés meg is született tavaly a családok évében, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyot léptünk megint előre, hiszen úgy gondolom, hogy régi adósságát törlesztette azzal a város, hogy van egy ilyen modern parkja. A legkisebbektől a legidősebbekig mindenkit várunk majd ezen túl, de szeretnénk, hogyha nagyon vigyáznának is rá. A park területén belül 21 különböző játékelem, pingpongasztal, kosárpalánk, freestyle pálya, sütögetők és senior kondi park is található. A park téli időszakban reggel 8 órától este 7 óráig tart nyitva.